érdekes töri. Sztálin megint átvert mindenkit. 1945. február 2-án Lavaletta kikötőjébe érkezett a USS Quincy nevű amerikai cirkáló a fedélzetén az amerikai elnökkel. A brit miniszterelnök Churchill és kollégái személyesen mentek a fedélzetre, hogy üdvözöljék őt. És hát igen, meglepődtek, mennyire beteg Roosevelt, és mennyire rossz állapotban van. Roosevelt azért érkezett Máltára, hogy onnan repülőgéppel együtt utazzanak a Szovjetunió területére, Jaltába, ahol Sztálinnal készültek találkozni, hogy eldöntsék, hogy mi legyen a háború utáni Európa sorsa, a háború utáni Közép-Európa sorsa. Az angol szász vezetők sok mindenben nem értettek egyet. Sztálin azonban nagyon pontosan tudta, hogy mit akar. Az angolokat leginkább Lengyelország sorsa izgatta, Rooseveltnek pedig a fő problémája az Egyesült Nemzetek szervezete, tének a megalakítása, illetve hogy milyen módon működjön ez a szervezet. Február 3-án korán reggel indultak el repülőgéppel, és körülbelül egy 7,5 órás út után érkeztek meg Krim-félszigetbe, Jalta közelébe. Sztálin vonaton érkezett, mert rettegett a repüléstől. A cárok volt díszkocsiaiban utazott, valóban úgy, mint egy uralkodó. A küldöttségeket a cárok és a különböző nagyhercegek palotáiban szállásolták el, magát Rooseveltet a Livádia palotában, ahol a magukra a tárgyalásokra is sor került. A küldöttségek díszebéden, díszvacsorán, ünnepségen vettek részt, ahol ugye rengeteg orosz kaviárt és pezsgőt fogyasztottak. Az angol szász küldöttségek közül senki semmi, csak nem is gondolták, hogy az összes szoba, ahol ők el vannak szállásolva, azok be voltak poloskázva, sőt az NKVD még a különböző kerteket is bemikrofonozta. Sztálin még az első nap meglátogatta Churchillt, és egy rövid eszmecserét folytatott vele. Aztán Rooseveltet kereste föl, és Roosevelttel megtárgyalták azt a németországi helyzetet tulajdonképpen. Roosevelt arra az volt a meggyőződése, hogy ő tud bánni Sztálinnal, ellentétben Churchill-el, aki állandóan konfrontálódott vele. Azt gondolta, hogy Sztálint, ha őszinte Sztálinnal, akkor majd képes lesz irányítani Sztálint. Sztálin természetesen tudott erről, és még rá is játszott a dologra. A szovjet vezető nagyon élvezte, hogy neki nem kell őszintének lennie, és hozzá mindenki nagyon őszinte. Az amerikaiak egyébként is kesztyűskézzel bántak a szovjetekkel, mert még nem voltak biztosak abban, hogy működik az atombombájuk. Roosevelt másik célja az volt, hogy a szovjeteket valamilyen módon bevonja a japán elleni háborúba a Távol-Keleten, és Sztálin később erre ígéretet is tett. Sztálin díszegyenruhában, marsali egyenruhában jelent meg ezeken a találkozókon. A Szovjetunió hőse kitüntetés feszült a mellén, finom bőrből készült kaukázusi csizmát hordott, aminek egyébként eléggé meg volt vastagítva a talpa és a sarka, mert nagyon nem szerette, hogy ő nem olyan magas ember, tehát egy magas ember látszatát szerette volna kelteni. Egyébként is nagyon hiú volt a külsejére. A hivatalos fotói mind retusálva vannak, mert himlőhelyes volt az arca, és ez nagyon nem szerette. A következő nap, amikor találkoztak, Antonov tábornok, a szovjet vezérkari főnök tartott egy nagyon hosszú beszámolót a katonai vezetők számára, ami bár nagyon hosszú volt, tulajdonképpen semmiféle konkrétumot nem tartalmazott. A szövetségesek között a kis túlzással azt lehet mondani, hogy egy oldalú volt az információ áramlás. A nyugatiak minden információt megosztottak a szovjetekkel, akik viszont ezt nem tették. Marshall tábornok, az amerikai vezérkari főnök elmondta, hogy az erőltetett bombázásokkal tudnak segíteni a szovjeteken, a szovjetek pedig minden előbb szerették volna, hogy elfoglalni Berlint. Sztálin ezen a
találkozón egy idő múlva elkezdett furcsán viselkedni, elkezdte kiforgatni Churchill szavait, elképzelhető, hogy talán túl sokat ivott. Mindenesetre Rooseveltnek kellett közbelépnie, leállította az egész találkozót, és ugye elnapolták az ügyeket. Este azonban még volt egy díszvacsora, és ezen a díszvacsorán arról beszélgettek, hogy, és főleg az oroszok emlegették ezt a témát, hogy szerintük a kis népeknek nincs beleszólása Európa jövőjébe. Tehát a kis népek, kétségbe vonták a szovjetek a kis népek önrendelkezési jogát. Roosevelt ekkor, hogy oldja a feszültséget, elmesélte Sztálinnak, hogy Amerikában őt mindenki Joe bácsinak hívja. Sztálin tűnik nem értette a humort, meg ez a dolog nem esett jól neki, egyenesen sértésnek tekintette. Itt ezt a szituációt maga, ezt pedig Churchill oldotta föl azzal, hogy gyorsan fölállt és egy pohár köszöntőt mondott a szövetségesekre. Sztálinnak válaszolnia kellett erre a pohárköszöntőre, és a válaszában megint csak arról beszélt, hogy a kis nemzeteknek ugye nincs beleszólása a Európa jövőjébe. Úgy tűnik, hogy Roosevelt és Churchill nem értette meg Sztálin célzásait. A szovjet vezérkar arra szerette volna rávenni az angol szászokat, hogy Olaszországban fejtsenek ki aktívabb tevékenységet. Szerették volna, hogyha a németek a magyarországi, a keleti, illetve a magyarországi frontszakaszról katonákat vonnak el, szerettek volna sokkal gyorsabban haladni. Marshall-tábornok és Sir Alan Brock, a brit birodalmi vezérkari főnök a válaszában elmondták, hogy nekik tulajdonképpen más lehetőségük nincsen, mint hogy légicsapásokat mérnek a németekre. A következő nap jött, vagy vált világossá, hogy mi ennek a konferenciának a fő kérdése. Ez a fő kérdés pedig nem más, mint az, hogy mi lesz Németország háború utáni státusza, mi lesz Németország háború utáni helyzete. Roosevelt világossá tette, hogy ő szeretne létrehozni egy ilyen európai bizottságot, amely felügyeli ezt a kérdést, és egyébként is Németországot befolyási övezetekre akarta osztani. És teljesen váratlanul bejelentette, hogy a háború befejezése után az amerikai csapatok csak 2 évig maradnak Európában, utána hazaküldik őket, kivonják őket. Ez az információ teljesen váratlanul érte Churchillt és környezetét, ők teljesen kétségbe estek ettől a hírtől, hiszen egy legyengült Európa sokkal-sokkal amerikai segítség nélkül sokkal nehezebben áll ellene a kommunista előrenyomulásnak. Sztálin pedig bejelentette, hogy 10 milliárd dolláros kártérítést követel Németországtól, és ennek első részleteként egész egyszerűen leszerelik a német ipart, és a Szovjetunióba szállítják. Az egyetlen kérdés, ami Sztálint is és Churchillt is nagyon izgatta, ez Lengyelország sorsa volt. Churchill mindenképpen ragaszkodott egy független Lengyelország létrehozásához, mert ahogy ő mondta, ez becsület kérdése a britek számára, hiszen 1939. szeptemberében ők azért a lengyel szabadság elvesztése miatt léptek be a háborúba. Sztálin a válaszában azt mondta, hogy az ő számukra is becsület kérdése az, hogy Lengyelország, egy független Lengyelország jöjjön létre, sőt, mint mondta Sztálin, ők egy erős, nagy Lengyelországot képzelnek el. Ugyanakkor azt is mondta, hogy a lengyel kérdés a szovjetek számára élethalál kérdés. A két dolog között ordító ellentmondás van, de azért azt tudnunk kell, hogy a lengyel területeket ekkor már
szovjetek elfoglalták, és ők gyakorolták ott a hatalmat. Churchill, aki ugye tisztában volt a helyzettel, ezek után megértett, szinte azonnal megértette, hogy semmi esélye sincs Lengyelországgal kapcsolatos elképzelései megvalósítására. És Sztálin egyébként is megegyezte, hogy a londoni lengyel kormánynak semmivel sincs nagyobb bázisa Lengyelországban, mint mondjuk De Gaulle-nak Franciaországban. Ez persze egy rejtett fenyegetés volt Sztálin részéről, hiszen ő irányította a francia kommunistákat, akiket bármikor bevethetett az angolok hátában Franciaországban. Szóba hozta Sztálin a görögországi helyzetet. A korábbi találkozók alkalmából megegyeztek egy százalékos eloszlásban, hogy melyik országban hány százalékban érvényesüljön a szovjet, illetve az angol száz hatalom, és Görögországgal kapcsolatban megegyeztek, hogy ott az angol százok fognak tevékenykedni. Amikor Sztálin szóba hozta ezt a görög kérdést, ugye ők teljesen szabad kezet adtak az angoloknak a görögországi tevékenységükben, tehát egy kicsit oda szúrt Churchillnek. Úgy tűnik, hogy mintha Sztálin Franciaországot és Lengyelországot is be szerette volna vonni ebbe a százalékos elosztási dologba, hogy Franciaország legyen az angol százok hatalmi érdekköre, Lengyelország meg akkor mindenképpen az oroszoké. Churchill nem tudta dekódolni ezt az üzenetet, de Sztálin nem is hagyta annyiba a dolgot, hogy továbbra is nyomás alatt tartotta az angol szászokat, felemlegette, hogy a lengyel katonák szovjet katonákat öltek meg Lengyelországban. Churchill kénytelen volt elismerni, hogy ez elfogadhatatlan. Persze ő nem tudta arról, hogy ezeket az akciókat általában az NKVD, a szovjet belső hadsereg alakulatai kezdeményezték, és ők voltak azok, akik lecsaptak a lengyel ellenállókra. Roosevelt hangsúlyozta, hogy ő mindenképpen egy szabad és demokratikus választásoknak a híve Lengyelországban. Sztálin ezt nyugodt szívvel megígérte, hiszen már minden hatalom az ő kezében volt Lengyelországban. A választások olyanok, ha tartanak is Lengyelországban választásokat, azt a szovjetek szája íze szerint fogják megtartani. Egyértelműen Sztálin győzött ezen a találkozón. Egyszerűen elismertette az angol szászokkal a Lengyelország feletti ellenőrzés jogát, és például az ENSZ-el kapcsolatos kérdésekben azonnal, amikor ez kiderült, hogy Lengyelországban szabad kezet kap, az ENSZ-el kapcsolatos kérdésekben azonnal engedett Rooseveltnek, és elfogadta Roosevelti javaslatokat. Ígéretet tett még arra Sztálin, hogy amint Németországban befejeződik a háború, akkor belépnek a japán elleni háborúban. Tette ezt ugye annál könnyebben ezt az ígéretet, mert hogy így tulajdonképpen egy már legyőzött Japánban könnyűszerrel, vagy Japán ellen könnyűszerrel tudott hadakozni a szovjet hadsereg, és könnyűszerrel tudott a távol-keleten területeket megszerezni. Egy másik találkozón Churchill még felemlegette Sztálinnak, hogy talán probléma lesz, ha Lengyelország határait picit nyugatabban fogják meghúzni, mert hiszen ott németek élnek ebben az időben, de Sztálin megnyugtatta, és diadalittasan mesélte neki, hogy a német lakosság egész egyszerűen már nincs ott, elmenekültek az emberek. Február 12-én hozták nyilvánosságra a Moszkvában is, illetve a fővárosokban a találkozóról kiadott nyilatkozatot. Egyértelmű, hogy a jaltai konferenciának a győztese Sztálin volt, noha igazából az érdekszférákról még itt nem is esett szó. A három nagy megegyezése azonban lehetőséget adott Sztálinnak, illetve lehetőséget adott a kommunizmusnak, hogy befolyást gyakoroljon, vagy befolyást szerezzen Európának a középső része fölött is.